Mátyával, hogy ha lúd, akkor legyen kövér. Hát mi most nem ludat fogunk sütni a stúdióban, hanem hamarosan egy kis lazacos sültet kreálunk önöknek. Hogy állítólag ez az étel összefügghet a stresszel, tehát hogy olyan ételekről kérdezzük majd dietetikus vendégünket, hogy mit főzzünk, ha stresszesek vagyunk, és hogyan táplálkozunk akkor, ha túl nagy a stressz rajta. Igen, de aztán ellátogatunk majd egy pince múzeumba is, és bemutatjuk önöknek a nemrégiben magyarul megjelent Larousse enciklopédiát. Ami egyébként 1938-ban jelent meg először, és ennyi ideig kellett várni, hogy magyarul is megjelenjen. De mindezek előtt akkor kicsit nézzünk utána annak, hogy mi is pontosan a gasztronómia, és a most következő jegyzetből az is kiderül, hogy állítólag hogyan alakult ki maga a sajt. Jól áll neki a penész. Akkor sincs gond, ha pártban van, és egy John Heywood nevű angol csillagász 1546-ban elhitette az emberekkel, kráteres anyaga építi a holttekét. A sajt sajtója egyedül a reneszánsz idején volt rossz, egyébként az emberiség eszmélésétől mostanáig sokan inkább műélvezetként, semmint táplálkozásként tekintünk fogyasztására. Pláne, ha fajtájához élő borral keverjük szerelmi viszonyba. A sajt csíziója szerint lyukacsos univerzumának genezise egy arab fiúnak köszönhető. Kezdetben vala tejjel töltött nyeregtáskája, amellyel keresztül vágtatott a sivatagon. Aztán megállván, hogy szomját oltsa, látta, hogy a tej vizes folyadékká vált, amelyben szilárd fehér anyagként lőn a sajt. Ami minket magyarokat illet, sosem voltunk sajtsznobok. Leginkább a piros stretch ruhába bújtatott trapistát faragjuk a mindennapi párizsi fölé, sokunk másfajtákkal alig kacérkodik. Pedig gyűlölt, imádott specialitásunk volt a múlt rendszer csokis mesesajtja, a Hungarikum pálpusztai pedig ma is él, és mozog. Markáns illata az igazi gurmanok szemében sem gasztrociki, ellenben az anyasajt őket is megosztja. Daniel Angerer, a New Yorki sztárszakács, felesége anyatejéből készítette a rendhagyó csemegét. Egy időre elhalványította a parmezán pazarságát, a Roquefort márványerezetét és a Camembert bársonyruháját. Hiába, dizájnsajttal kerek a világ, az étellel való legelső találkozástól fogva az utolsó vacsoráig. Mezei Elmira.